Kedves lányok, ma megismerkedünk az alipikus bőrökkel. Ugye az alipikus szó az zsírhiányost jelent, ugye az A az fosztóképző, tehát így jön össze a zsírhiányos. Kettő darab tétel fog ehhez a témakörhöz kapcsolódni, ezeknek a kidolgozását fogom majd kérni a videónak a végén. Tehát akkor lássuk is az alipikus bőröket. Az alipikus bőrök kettő fajtáját ismertük meg. Az egyik a mérsékelten alipikus felszíni vészhiányos, a másik pedig a fokozottan alipikus felszíni vészhiányos. Látjuk, hogy mindig ott van mögötte ez a felszíni vészhiányos. Ez azt jelenti, hogy nincsen olyan zsírhiányos bőr, amelyik nem jár együtt ezzel a felszíni vészhiánnyal. Hogy miért is? Ezt mindjárt megvizsgáljuk. Ugye zsírhiányról beszéltünk, tehát ez azt jelenti, hogy ugye azok a zsírok, amik a bőr felszínre kerülnének, kétféle helyről jönnek. Az egyik az a fagyúmirigyek által termelődik, a másik pedig ugye a szaruképzés során keletkeznek, ezek a viaszszerű anyagok, ceramidoknak neveztük őket, ezek azok, amik a zsírosságát biztosítják a bőrnek. Náluk, az alipikus bőröknél kevesebb mind a kettőnek a mennyisége a normálisnál. Tehát hogyan is fog kinézni az ő bőrfelszíni hidrofil lipidje? Ugye itt látjuk, ez a klasszikus ábra szerint így rajzolnánk le. Barnával itt egy kis szarussejtet látunk, ami ugye a bőrfelszínhez közel helyezkedik el, vagy akár teljesen a bőrfelszínén. Látjuk, hogy zsíranyagokat is, és vízben oldódó anyagokat is egyaránt tartalmaz, de látjuk, hogy nem teljes azért ez a bőrfelszíni hidrofil lipid, tehát nincsen a szaruság teljesen körbevéve. Ugye látjuk, hogy hiányos, és hát ezáltal kevesebb ugye a zsíranyag is, kevesebb a vízmegkötő anyag, és kevesebb a vizes anyag is. A valóságban azonban így fog kinézni, mint amit itt látunk. A szarus sejteket látjuk itt ezzel a kicsit sötétebb színnel jelölve, és itt van ez a bizonyos hidrofil lipid, ami itt a szarus sejtek között kialakul. Látjuk, hogy ezek amfifil tulajdonságú molekulák, tehát van egy vízkedvelő és egy zsírkedvelő részük egyaránt. Egy normál bőrnél így fognak elhelyezkedni. Egy alipikus bőrnél azonban ilyen hiányosan helyezkednek el. Tehát ugyanazt mutatja ez az ábra is, csak egy kicsit máshogyan ábrázolva, mint az előző klasszikus verzió. Tehát akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy a fagyú termelődés, illetve a szaruképzésnek a tökéletlenségei nem fognak kedvezni a bőrfelszíni hidrofil lipidnek a kialakulásának, ezzel ugye a keratin optimális hidratációjának sem. Kevesebb lesz ugye a zsíranyag, a fagyú meg a ceramid, illetve a szaruképzésnek a zavara miatt még a vízmegkötő faktor is kevesebb mennyiségben lesz, tehát a keratin nem lesz eléggé hidratált, ezért mindig a zsírhiány vízhiánnyal fog együtt járni. Nézzük, milyen tényezők tudják befolyásolni egy alipikus bőrnek a kialakulását. A külső tényezők azok nem feltétlenül a kialakítói, inkább mondhatnánk úgy, hogy rontják az alapállapotot. Mondjuk egy ceboriás bőrből nem fogunk tudni csak külső hatásokkal csinálni egy alipikus bőrt, ahhoz már belső, akár öröklött tényezőkre is szükség van. Nézzük a külső tényezőket. Gyakori szappanos mosakodás, ugye, ami leszedi ezeket a zsíranyagokat a bőrről. Ha alkoholos készítményeket használ valaki rendszeresen, szintén ugye leszedi a zsíranyagokat. A túlzott fertőtlenítő használat megint csak ugyanezt csinálja. Az uszodai víz, ugye ha rendszeresen valaki uszodában dolgozik, mondjuk úszómester vagy oktató, akkor ugye ez a klóros víz állandóan oldja le a bőr felszínéről a zsíranyagokat, ezek rosszabbíthatnak ezen a helyzeten. Belső tényezők közül jelentős szerepet játszanak az ösztrogén hormonok, hogyha valaki egy kicsikét nagyobb mennyiségű ösztrogén hormonnal rendelkezik, akkor előfordulhat, hogy alipikus lesz a bőre, vagy alipikusabb.
És vannak olyan gyógyszerek, amik szintén ebbe az irányba fogják eltolni a bőrt. Az egyik, ezek az izotretionin tartalmú gyógyszerek. Ugye ezeket főként akné és tecelborás problémákra szokták adni, de hogyha nagyon enyhe szeborás problémára adják, akkor akár zsírhiányos bőr is lehet belőle, illetve akár egy hormontartalmú fogamzásgátló is tud ilyet csinálni, illetve anyagcserezavarok, vagy hát maga az öregedési folyamat is ezzel fog járni, hogy lassul egy kicsikét a fagyútermelés és a szarúsejtek osztódási üteme, de itt már általában egy öregedésnél azért tettem zárójelbe, mert itt már mély rétegi vízhiánnyal is párosulni fog ebben az időszakban, tehát nem teljesen tisztán tartozik ez ide. És az öröklött tényezők, ez egy olyan bőrtípus, ami nem dominánsan, hanem lappangva vagy úgynevezett recesszíven fog öröklődni. Ez azt jelenti, hogy nem olyan nagyon nagy százalékban fordul elő az utódokban, mint amikor dominánsan öröklődik valami. Jó, nézzük akkor, hogy milyen szubjektív és objektív tünetei lehetnek. Ugye szubjektív tünetei, arról fog panaszkodni a vendégünk, hogy húzódik a bőre, miután letisztította otthon, főleg, hogyha esetleg habzólemosót használ, vagy sokan vannak, akik tusfürdőt használnak, persze helytelenül. Hiányzik neki a krémezés, tehát hogyha nem krémezi be az arcát, akkor nagyon húzódik. Érzékenynek érzi. Legalább az időjárás viszontagságaira azt fogja mondani, hogy ha hidegből melegbe megy be, akkor kipirosodik az arca. Általában lehet, hogy tudja is magáról, hogy magas az ösztrogén szintje. Ugye elmondhatja azt, hogy fogamzásgátlót szed, vagy izotretionin szed, vagy szedett a közelmúltban. Ugye ez egyébként sok mindent kizár, ez az izotretionin. Nézzük akkor, hogy mi mit fogunk látni a bőrén, ugye az objektív tüneteket. Nézzük a színét. Egy mérsékelt analitikus bőrnél azt fogjuk látni, hogy üde. Ugye ez az üdessége, ez tulajdonképpen már egy nagyon-nagyon picike érzékenységnek az előszele, de inkább még csak előszeléről beszéljünk, és erősebb külső hatásokra, hőingadozásokra kipirosodik. Mondjuk például, hogyha bejön hozzánk két vendég, az egyiknek alipikus a bőre, a másiknak mondjuk normál a bőre, viszonyítsuk a normálhoz. Mind a kettőre ráteszünk egy mechanikai peelinget, egy erősebb külső hatásnak tesszük ki. Akkor egy normál bőr az nem fog olyan erőteljesen kipirosodni, míg egy mérsékelt alipikus bőr az sokkal jobban ki fog pirosodni. Tehát ezt így kell érteni. A fokozottan alipikus felszíni vízhiányos bőrnél, ott is, amikor meglátjuk, akkor azt látjuk, hogy üde a színe. Viszont ott gyengébb külső hatásokra is kipirosodik, tehát ha akárha csak megsimítjuk egy picikét erősebben, vagy ahogy diagnosztizáljuk, nézegetjük, simogatjuk a bőrét, azokon a területeken, ahol megsimogattuk, ott már erre a simításra kipirosodik, és a hőingadozásokra pedig nagyon hamar kipirosodással válaszol, tehát ő tehát egy nagyobb érzékenységről fog beszámolni az, akinek fokozottan zsírhiányos bőre van. Nézzük, milyen fényt fogunk látni. Matt lesz mind a kettő, ebben nem lesz igazából nagy különbség a két bőr között. A tapintása egy mérsékelten alipikusnak inkább csak kissé érdes a felszíne, míg egy fokozottan alipikusnál érdesebbnek érezzük a felszínt. A pórusai, illetve komedói. Mérsékelten alipikusnál is zártak a pórusok, és a fokozottan alipikusnál is zártak a pórusok. A mérsékelten alipikusban még beleférhet az, hogy néha-néha, mondjuk mit tudom én, egy arcfélen két-három komedóval összefutunk, az még attól lehet mérsékelten alipikus, nem lesz attól valakinek korpás szeborás bőre, hogy van rajta hébe-hóba egy darab komedó. Egy fokozottan alipikusnál ott viszont nem fogunk már komedót találni, amiben vagy nem különbözik még az a rugalmassága, hiszen itt még mind a kettőnél csak felszíni vízhiányról beszélünk, tehát a rugalmassága mind a kettő esetben megfelelő lesz, és egyéb kategóriába pedig belevehetjük azt, hogy a mérsékelten alipikusnál érzékelhetünk egy púderszerű hámlást, amit csak nagyítóval fogunk látni, kicsit olyan, mint hogy nagyon-nagyon
picike kis liszt szemecskék látszódnának esetleg a bőrön, és a korpázó hámlásnál ott pedig esetleg nagyító nélkül is láthatunk hámló bőrrészleteket. Nézzük akkor ezt a két tételt, ami ehhez a bőrtípushoz kapcsolódik. Az egyik az 1-es tételünk, a másik pedig a 17-es tételünk lesz. Kaptatok egyébként minden csoport, minden 22-es csoport a csoportjában Renitől, még annak idején, minden egyes tételhez, amelyikhez kezelési terv kapcsolódik, egy-egy ilyen kezelési terv részletet. Ezt kellene most majd előszednetek, az 1-est, illetve 17-est, de ha nem találjátok meg, akkor sem gond. Egy ilyen alapvázat ki tudtok nyomtatni, és ti is föl tudjátok venni ezeket az adatokat, amiket itt benne láttok, méghozzá a következőképpen. Nézzük, vizsgáljuk meg az első tételt. Az első tételt, hogyha elolvassuk, akkor azt fogjuk látni a tételnek az eset leírásában, hogy kozmetikájába arckezelésre érkező vendégének bőre üdes színű, ugye hova fogjuk beírni? Az objektív tünetekhez beírjuk, hogy üdes színű. Matfényű, azt is odaírjuk, kissé érdes tapintású, azt is ideírjuk, néhol púderszerűen hámló, ugye ide az egyéb kategóriába, szemkörnyékén és az arc két oldalán zárt, én így írtam, hogy egyértelmű legyen, tehát a szemkörnyékén, arc két oldalán zárt pórusú, a többi területen szűk pórusú, ugye itt a többi területen, amiről eddig beszélt, ott szűk pórusú, egy-két kometó az orr környékén található, tehát ezért csináltam egy ilyen részt is, hogy orr környéke, ott van egy-két kometó, és a többi területen pedig nincsenek komedók, tehát itt is kihúztam a komedókat, és hát így tulajdonképpen fölvettem az összes adatot, amit ott én el tudtam olvasni. Akkor, amikor a tételt fogjátok kidolgozni, akkor kaptok egy üres diagnosztika lapot, és a leírás alapján ezeket ti is be tudjátok írni. Na nézzük, hogy mit nézegettünk az előbbi táblázatban. Vizsgáljuk meg, hogy miket látunk itt. Ugye látjuk azt, hogy üdes színű, igaz rá, matfényű, igaz rá, kis érdes tapintású, igaz rá, zártak a pórusai, egy-két komedó, igaz rá, megfelelő a rugalmasság. Ugye itt a tétel nem beszélt rugalmasságról, tehát ezáltal mi feltételezzük, hogy azért nem beszélt róla, mert megfelelő, és puderszerű hámlása van, az is igaz rá. Tehát ez itt egy tökéletesen mérsékelt alipikus bőr, tehát az egyes tételnél egy mérsékelt alipikus felszíni vízhiányos bőrtípusunk lesz. Nézzük meg a másik tételünket. A másik tételünk az a 17-es tétel lesz. Na, vizsgálgassuk meg, hogy mit fogunk ott találni. Kozmetikájába érkező vendégének bőre piros színű, ugye itt látjuk, hogy piros színű, matfényű, durva tapintású, érdes durva tapintású, helyenként korpázóan hámlik, ugye itt be van írva, komedók nem látható, és mivel bőre érzékeny, mely állapot tavasszal és nyáron gyulladással társul, hát ezt nyilván csak onnan tudhatjuk, hogy a modell elmondta, tehát ezeket a szubjektív tünethez írtam be. Azt is, hogy érzékenynek érzi a bőrét, és azt is, hogy tavasszal és nyáron gyulladt is szokott lenni, és azt is, hogy csak natur kozmetikumokat hajlandó használni, és ugye öntől is elvárja majd, hogy ezzel végezze a kezelést. Tehát ezt is beírtam, hogy csak natur kozmetikumokat használ, mert nyilvánvaló, hogy ezt ő mondta el. Tehát itt így fogom fölvenni az adatokat. Na, vizsgáljuk meg, hogy a fokozottan alipikusra mennyire illik rá ez, amit itt látunk. Ugye a színe úgy kellene kezdődnie, hogy üde, ellenben itt nekünk egy piros szín van felírva, ami azt jelenti, hogy ez itt érzékenyebb attól, mint amilyennek kellene lennie itt a fokozottan alipikus bőrnél. Tehát ez nem biztos, hogy teljesen ugyanez a bőrtípus lesz. Nézzük tovább. Matfényű, igaz. Érdes tapintású, igaz. Nincsenek komedói, az is igaz. Korpázóan hámlik, ez is igaz. Tehát elég sok minden igaz,
Egyedül ez az egy nem, hogy ugye itt pirosnak látjuk, itt pedig üdének. Annyi lesz a megoldás, hogy itt egy fokozottan alipikus felszíni vízhiányos bőrünk lesz, de hozzá fogjuk tenni azt, hogy gyulladásra hajlamos is lesz ez a bőr. Ez azt jelenti, hogy még érzékenyebb attól, mint egy fokozottan alipikus bőr. Jó. Akkor nézzük tovább. Objektív és szubjektív tünetek, ugye itt már ki vannak töltve, tehát jönnek akkor a rendellenességek. Az első rendellenességünk, ugye ez a fagyútermelés szempontjából fogjuk megvizsgálni ezt a bőrtípust. Ugye a fagyútermelésnél ugye a fagyumirigyekben lévő szebocitákra fogunk gondolni, és betettem ide még egy ilyen képet, ahol látszik az is, ugye egy zsíros bőrnél a felszín az mennyire visszacsillan, egy normál bőrnél egy picit visszacsillan, de nem annyira erősen, és egy száraz bőrnél ott pedig szinte semennyire nem, és látjátok ezt a kis érzékenységet, ezt a kis rózsásságot a bőrön, amiről beszéltem, de talán így egy kicsikét jobban látszik, és jobban érzékelhető. Na nézzük ezt a fagyútermelést. Ugye a fagyútermelés itt a szőrtűszög melletti fagyumirigyekről gondolunk. Ugye itt háromféle verzió közül lehetne választani. Az egyik, hogy megfelelő, a másik, hogy fokozott, a harmadik, hogy csökkent. Hát itt ugye nyilvánvalóan már beszéltünk is róla, hogy itt a csökkent verzió lesz nekünk az érdekes, és ugye ezt onnan fogjuk látni, vagy onnan fogjuk kikövetkeztetni, hogy az objektív tüneteknél azt látjuk a bőr felszínén, hogy matt a felszíne. Tehát a szebocitáknak az osztódási üteme lassabb a normálisnál. Ugye itt így fog sajnos kinézni a bőr felszín, ugye beszéltünk róla, hogy nem csak a fagyúréteg nem fogja ott fönt a szigetelést elvégezni, hanem a szarusejtek között sem lesz elegendő mennyiségű ceramid, tehát szegény bőrben a láthatatlan vízleadás sajnos sokkal jobban fog tudni érvényesülni. Tehát egyébként az ilyen bőrök sokkal könnyebben öregszenek, sokkal könnyebben asszódnak össze, úgyhogy ilyen szempontból nekik nem előnyös ez a bőrtípus. Következő hidratáció a hámban vizsgáljuk meg, ugye ezt már többször körbe totyoráztuk, ugye itt a bőrfelszín hidrofil lipidre fogunk gondolni, itt ugye vagy megfelelő, vagy csökkent, hát ugye egyértelmű, ha csak az ábrára ránézünk, vagy bevillan, amiről beszéltünk, hogy ugye azért csökkent, mert a szaruképzés és a fagyútermelésnek a zavarai miatt nem fog kialakulni ez a hidrofil lipid réteg rendesen, és ezt onnan fogjuk érezni, ugye, hogy kis érdes, vagy érdes a tapintása. Ugye a mérsékelt analipikus felszíni vízhiányosnál kis érdes, a fokozott analipikusnál pedig érdes tapintású. Nézzük a hidratációját az írhában. Itt ugye mire fogunk gondolni? Ugye az írhának a lazarostos kötőszövetére fogunk gondolni. Milyen volt a rugalmassága? Hogyha emlékeztek, akkor ugye azt mondtuk, hogy mivel nem mondtak rá semmi rosszat, ezért mi a rugalmasságát megfelelőnek vettük, és ugye a rugalmasságából tudnánk mi következtetni ugye arra, hogy esetleg itt valami galiba lenne, tehát mivel nem volt galiba, ezért megfelelő lesz a hidratációja, tehát a kötőszövetnek a sejt közötti állományában, ugye az extracelluláris mátrixban itt a vízmegkötő anyagok megfelelő mennyiségben vannak, és ezt ugye onnan éreztük, hogy rugalmas volt a bőre. Izomtónus szempontjából elég hasonló lesz a helyzet, ugye hiszen nem éreztünk semmilyen pettyűtséget, semmilyen rugalmatlanságot, tehát megint csak a rugalmasságából fogunk ráérezni arra, hogy miért megfelelő az izomtónusa, hogy az izmok folyamatosan kapnak az idegrendszertől egy kis impulzust, hogy legyenek egy picit összehúzott állapotban, és ez tökéletesen meg is történik. Nézzük a keringéssel mi a helyzet. Ha keringés szempontjából vizsgálgatjuk, akkor igazából ugye, amit a bőrfelszínén látszik, az a kis kapilláris ereknek a vérrel telítettsége lesz az, ami ide bemegy ezekbe a kis papillákba.
Ezek alapján fogjuk látni a bőrnek a színét pirosabbnak, vagy üdének, vagy sápatnak, hogyha ugye ezekben nincsen rendesen megfelelően telítve vérrel. Ugye itt az alsó ábrán látjuk azt, hogy ha sápadt a bőr, akkor az azért sápadt, mert nincsenek ezekben a kis kapilláris erekben elegendő mennyiségben a vérből. Egyébként ugye látjuk, hogy a keringéssel nem lesz baj, tehát igazából tud működni. Attól függetlenül csak azok a sejtek, akik itt laknak ezen a területen, azok kicsit nehezebben jutnak tápanyaghoz. Ellenben, hogyha pirosnak látjuk, üdének látjuk a bőrt, akkor ez az eset áll fenn. Nyitva vannak ezek a kis picike kis záróizomgyűrűk, ezek a kis szfinkterek, és ezen keresztül szépen a kis vékonyabb kapillárisokba is belefolyik a vér. Természetesen itt is ugyanúgy megy tovább a keringés, mint az előző esetben, csak bekapcsolódnak ezek is a rendszerbe. Tehát nekik azt mondhatjuk, hogy igazából azért látjuk üdének az ő bőrét, mert a kapillárisai gyakrabban telítettek neki vérrel, vagy azt is mondhatjuk, hogy megfelelően terítettek vérrel. Ugye, ha csak ilyen kis éppen rúzsásságot láttunk rajta, akkor azt mondjuk, hogy megfelelően terítettek, hogyha többször látjuk pirosnak, akkor azt mondjuk, hogy gyakran terítettek vérrel. És ugye ezt így látjuk az objektív tünetként. Nem beszélünk náluk ennél a bőrtípusra, nem kifejezetten jellemző az, hogy tartós értágulat legyen, de persze lehet rajta, akkor nyilván ezt is belevonjuk, és ez pedig ugye pont arról szól, hogyha sápadt a bőr, akkor miért sápadt a bőr, tehát igazából ez a kettő eset állhat fent. Szaruképzés szempontjából, ha megvizsgáljuk a bőrt, akkor ugye itt arra gondolunk, ami a bazális membrán fölött történik a keratinocitákkal, ugye az maga a szaruképzés. És ugye a szaruképzés során náluk viszonylag lassabban megy végbe ez a szaruképzés. Ennek az az oka, hogyha itt a mellette lévő képet megvizsgáljuk, már beszélgettünk arról, hogy a fagyúmirigy alatt van egy picike kis dudor a szőrtűszön, ez az úgynevezett bulge, és ebben laknak az hámnak az őssejtjei. És innen fognak pótlódni a hámba, a fagyúmirigyekbe, vagy akár a szőrtűszőnek a mátrix sejtjei is innen pótlódnak vissza ebből a kis raktárból. És amennyi aktivitást mutatnak a fagyú termelésben, ugyanolyan aktivitást fognak mutatni a hámnak a képzésében, a hámtermelésben. Tehát, hogyha a fagyúmirigyben a termelés nem annyira aktív, akkor a hámképzés sem annyira aktív, és hát ezért ezzel lehet magyarázni, ugyanazok a tényezők befolyásolják őket, tehát ami lassítja ezt a fagyútermelést, az ugyanazok a tényezők fogják lassítani, ugye itt jelen esetben mi az ösztrogén hormonokat emeltük ki nagyobb részt, ezek fogják lassítani majd ezt a folyamatot. Ha ez lassabban megy végbe, akkor kevesebb olyan anyag termelődik, ami ugye itt a bőrfelszíni hidrofil lipidhez szükséges, tehát ugye a ceramidokból, úgy pedig a nedvesség megkötő faktorokból. Igen ám, de még egy picikét, ha tovább gondoljuk. Erről is beszéltünk már, ami itt látszik, hogy a stratum granulózumban, ahol kiszabadulnak ezek a ceramidok meg nedvesség megkötő faktorok a sejt közötti térbe, ott kiszabadulnak bizonyos bontóenzimek is, ezek az úgynevezett kallikreinek, és ezek itt ebben a rétegben még inaktívak, ugyanis az ő aktivitásukat majd a savas pH fogja megindítani, ahogy szépen majd csúsznak, vagy vándorolnak fölfelé, tolódnak fölfelé ezek a sejtek majd a következő rétegekbe, illetve nem csak a sejtek, hanem a sejt közötti tér is. A bőrfelszínről ugye a verejték és a fagyúban is van savas anyag, ezeknek a savas anyagoknak a hatására ezek az enzimek aktívabbakká fognak válni, vagy aktivizálódnak, és ezeket a dezmoszomális kapcsolatokat, amiket itt látunk sötétebb kékkel a szarusejtek között, ezeket fogják szétemészteni tulajdonképpen, és ez fogja megindítani a hámlásnak a folyamatát. Most visszaugrok ide,
Ugye azt mondtuk, hogy kevesebb ceramid termelődik, és kevesebb nedvesség megkötő faktor. Igen ám, de ezekből az enzimekből is kevesebb fog akkor termelődni, és nem lesz elég enzim ahhoz, hogy a tetején ez a leválás meg tudjon rendesen történni. Tehát ezért nem az életkor előre haladta miatt, hanem az ösztrogén hormonoknak a hatására, a keratinocitáknak az osztódása ugyan le fog lassulni, de kevesebb lesz a ceramid és az NMF, ezen kívül pedig kevesebb bontóenzim is fog termelődni, ezért fog a strátumkorna megvastagodni, annak ellenére, hogy maga az epidermis vékonyabbá válik, és ez fogja okozni az érdességet is a bőrfelszínen. Nem azért lesz érdes a bőrfelszíne, mert fokozott a szaru képzése. Tehát csökken neki, hanem azért lesz durva érzetű a bőrfelszín, mert a bontó enzimek a természetes hámlási folyamatot nem tudják segíteni. Ugye ezt onnan fogjuk érezni, hogy kissé érdes, illetve érdes a tapintása, illetve ugye mondtuk azt is, azt most nem is írtam bele a diába, hogy puderszerűen hámlik, ugye a kis érdes esetben a mérsékelten alipikus, és korpázóan hámlik, ugye az érdes esetben a fokozottan alipikusnál. Itt a hámlás le lesz írva, ugye amiről beszélgettünk, itt a kallikreinekről, de én ezt már tulajdonképpen mindet elmondtam. Jó, ugye itt még egyszer betettem ide ezt az ábrát, hogy akkor jól gondoljuk végig, hogy ugye amiatt, hogy hiányoznak ezeket a szarusejteket összetartó ceramidok, meg a bőrfelszínen lévő zsíranyag, ezért a víznek az útjába, igazából a kifelé áramló láthatatlan vízleadásnak az útjába nem nagyon áll semmi. Tehát az sajnos el tud távozni, és sajnos minden káros dolog sokkal hevesebben, intenzívebben tudja a bőrt támadni. Nézzük a pigmentáció szempontjából. Pigmentáció szempontjából ugye itt most a melanocitákra kellene gondolnunk, hogy azok mennyire aktívak. Igazából ez a fagyú termeléssel nincs kifejezetten összefüggésben, és nem is szólt róla a tétel, hogy valami problémája lenne a pigmentációjával, tehát mi megelőlegezzük neki, hogy akkor valószínűleg azért nem írták, mert hogy egyenletes neki a pigmentációja, tehát melanociták aktivitása és a termelt melanin eloszlása egyenletes lesz a bőrnél, és mind a két tételnél ezt írhatjátok majd idebe. Szőrnövés szempontjából hasonló lesz a helyzet. Ugye itt lehetne megfelelő, lehetne fokozott, vagy csökken, de ugye semmilyen problémáról nem számoltak be, tehát ezért megfelelő lesz mind a két tétel esetében. Na nézzük akkor, hogy mit fogunk beírni a bőrtípusához. Ugye az egyes tételnél ide nem kell kifejezetten vagy kiírnunk az arcterületeket, mert hogy az egész bőrre ők itt azt tervezték, hogy mi egy mérsékelt analipikus felszíni vízhiányos bőrt fogunk majd kezelni, tehát nem kell ide arcterületekre pontani, csak beírjuk, hogy mérsékelt analipikus felszíni vízhiányos, meg az összegzéshez is akár odaírhatjátok. A másik esetben, ahol a fokozott analipikus felszíni vízhiányos gyulladás hajlamos, ott pedig azt fogjuk beírni, nem kell szintén az arcterületeket kihangsúlyozni, hogy hol milyen. Ebben az esetben lesz majd olyan tétel, ahol ki kell hangsúlyozni, de itt most nem. Oké. Aztán megyünk lejjebb ugye az elemi elváltozások, szövetszaporulatok részre, mivel semmit nem említett a tétel, tehát nincsen neki se elsődleges, illetve nem elsődleges, hanem másodlagos elemi elváltozása, és megint most jókor még eszembe jutott. Ide fognak azok a hámló dolgok beletartozni. Az egyes tételnél ide kell majd beírnunk azt, hogy puderszerűen hámlik. A hámlást idegen szóval szkvámának hívják. S-Q-U-A-M-A, így írjuk le. És a 17-es tételnél ott pedig ugye korpázó hámlást fogunk érezni, ezt úgy hívjuk, hogy pitiriázi form hámlás. Fogunk még erről később beszélni, szövetszaporulatok viszont egyáltalán nem voltak felsorolva, tehát azok nincsenek.
Nézzük akkor a kezelés céljait. Ugye van nekünk egy nagy tárházunk, nézzük meg, hogy miket válasszunk ki belőle. Hát ugye le kell szedni a tetejéről a bőrnek az elhalt korneocitákat, főleg azért is, mert ugye az ő enzimei nem egészen jól működnek, nem szedi le rendesen, tehát le kell szedni őket. Kell hidratálnunk ugye az epidermiszt, hiszen ugye tudjuk, hogy nem eléggé hidratált. A kötőszövetnek nem kell ugye hidratálásáról gondoskodnunk, a fagyútermelés nem kell mérsékelnünk, a komedók eltávolítása csak a mérsékelt analipikus esetében lesz igaz, ugye a fokozott analipikusnál nem. A bőrhiányzó zsíranyagait mind a két esetben pótolnunk kell, a bőrfelszíni hidrofil lipidet regenerálnunk kell mindkét esetben, keringést nem fogunk fokozni, mert szegény amúgy is kering neki eléggé. Az izomtónussal sem kell különösebben foglalkoznunk, mert az rendben van. Az érfalakat lehet egy picikét erősíteni, ez nem feltétlenül kötelező ebben az esetben, de ez egy ilyen megelőzésként, hogy ha túl sokszor tágul ki, ne legyen ebből később problémája. Illetve az öregedési folyamatot lehet késleltetni. Ugye említettem, hogy ő hamarabb fog öregedni, mint egy zsírosabb bőr, tehát lehet késleltetni egy kicsit az öregedést. Ugye ráncok mélységét nem kell még csökkentenünk, mert nincsen neki, nincsen feleslegben keletkezett melaninja. Fényvédelem az sohasem árt, főleg azért, mert ez a kicsit balesetes bőrfelszín, ez a fényt is sokkal jobban átengedi, tehát minden fénykárosodás is jobban éri a bőrt ilyenkor. A bőrgyulladásos folyamatainak csökkentése, ez különösen a 17-es tételnél ugye igaz, de lehet az 1-es tételnél is, és nyugtatás, gyulladás, csökkentés, ez ugye mehet mind a két esetben. Nézzük a kezelésnek az alapelveit. Alkalmazhatunk ugye neki nem felszívódó olajokat, sőt, még akár a bucsukrémbe is, a mindennapi életben is használhat, nem kell túl nagy mennyiségben, de egy picikét, hiszen a bőrfelszínén a láthatatlan vízleadást ezek meg tudják akadályozni, ezek az anyagok. Aztán ugye az igaz, hogy ne alkalmazzunk magas alkoholtartalmú kozmetikumokat, sőt, egyáltalán ne alkalmazzunk alkoholtartalmút. Mechanikai peelingeket, ha nem muszáj, akkor ne használjunk. Majd itt fogunk róla beszélni, hogy egy esetben azért kivételt lehet tenni, de csak nagyon enyhe mértékben. Erőteljes vérbőségfokozást, hőkezelést, mechanikai ingereket igyekezzünk kerülni. Masszírozhatjuk, de inkább kíméletes masszást végezzünk, és próbáljunk meg ugye úgy masszástervet összeállítani, hogy érzékeny bőrre való legyen. Zsíros kozmetikumokat használhatunk rá, szárítót viszont nem. És természetesen ugye ez mindenkire igaz, hogy ne alkalmazzunk olyan anyagot, amire esetleg allergiás. Házi feladatnak adnék egy olyat, hogy készítsetek megint a bőréről, az alipikus bőröknek a bőréről egy rajzot, hogy hogyan is néznek ki, és ugye itt abban fog igazából különbözni, hogy a bőrfelszíni hidrofil lipidje az egy kicsikét problémás lesz, ugye kevesebb lesz benne a zsíranyag, a víz és a nedvesség megkötő faktorok. Itt igazából mi most semmilyen saját modelles dologról nem beszélünk, tehát ezt itt át is húzom, csak azért tettem ide, hogy emlékezzetek rá, hogy van ilyen is, tehát az idegen modell kezelési terve szerint fogjuk a hátoldalát a kezelésnek a menetét átvizsgálgatni mind a két tételnél. Tehát mind a két tételnél a hátoldala lapotoknak ilyennek kell lennie. Tehát az 1-es tételhez is kell egy ilyen kezelési menet, meg a 17-es tételhez is fog kelleni hozzá. Na, most kellene elővenni a hatóanyagokat, a hatóanyag kártyáitokat, amiket elkészítettetek a különböző kategóriákba. Minden műveletnél át kell gondolnunk, hogy melyik csoportra lesz szükségünk. Nézzük az első műveletet, a letisztítást. Na, mit vegyünk elő? Ugye egyáltalán mit használjunk? Ugye lemosó tej, habzó lemosó vagy lemosó olaj közül választhatunk.
Gondoljuk végig, melyik az, amelyiket esetleg akár ki is vennénk a sorból. Kivehetnénk ugye a habzólemosót, ugyanis a habzólemosó fogja legjobban zsírtalanítani a bőrt. Mi most őt annyira nagyon nem akarjuk lezsírtalanítani, úgyhogy ezért marad a lemosó tej, illetve a lemosó olajverzió. Ugye a lemosó tejet azt inkább a mérsékelt analitikus felszíni vízhiányosnál, ugye emlékszünk rá, hogy már beszéltünk róla, hogy ebben lesznek nehezen felszívódó olajok, lesznek benne letisztító anyagok és zsíranyagpótló anyagok, ezekből fog összeállni egy lemosó tej. Illetve a lemosó olajat fogjuk használni a fokozott analitikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrre, ebben pedig a nehezen felszívódó anyagok és a zsíranyagpótlók lesznek, esetleg még hámhidratáló anyagokat is, meg amfifil molekulákat is szoktak beletenni, ilyen ceramidokat, lecitineket, és akkor csinálnak ilyen hidrofil olajokat is, de igazából lemosó olaj az egy picikét még kedvezőbb egy fokozott analipikus felszíni vízhiányosnak, tehát itt tudunk egy kicsi különbséget tenni a mérsékelt és a fokozott analipikus bőrünk között. Nézzük, hogy ezen kívül, az alapösszetevőkön kívül még mit tartalmazhat. Ugye a hámhidratálót már említettem, de akár kötőszövet hidratálót is tartalmazhat, tartalmazhat valamilyen öregedéskésleltető anyagot, és nem utolsó sorban, azért csináltam ilyen nagyra a nyilat, mert arra nagy szüksége lenne, hogy nyugtató gyulladás csökkentő anyagokkal is ki legyen egészítve. Ugye az, amit az előbb beszéltünk, hogyha visszamegyek az előző diára, ugye ezek csak az alapanyagai egy ilyen lemosó olajnak mondjuk, azon kívül még hatóanyagokat is szoktak beletenni. Nézzük, hogy az irodalmak ajánlásai alapján milyen anyagokat szoktak rátenni egy mérsékelt analitikus felszíni vízhiányos bőrre. Ugye látjuk, vannak olyan olajok, amik a nehezen felszívódó olaj kategóriába tartoznak. Vannak olyan olajok, amik a zsíranyagpótló kategóriába tartoznak, tehát ezek ugye könnyebben felszívódnak, inkább táplálják ugye a bőrt. Aztán látjuk, hogy vannak benne olyan anyagok, amik letisztítók. Ezt ugye a mérsékelt analitikusnál, ugye ezeket beletehetjük a lemosó tejébe, tehát itt tulajdonképpen már össze is áll egy lemosó tejnek az alapösszetevői. És ezen kívül mit látunk? Hogy tesznek bele ugye nyugtató gyulladás csökkentő hatóanyagokat, tehát pont ugyanúgy válogatják össze, mint ahogyan mi is a kártyáink alapján föl tudjuk sorolni, össze tudjuk rakni ezeket a hatóanyagokat. Természetesen egy fokozott analitikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőre sem fogunk más hatóanyagokat vagy anyagokat használni, annyi, hogy ott mondjuk nem fogunk annyira nagyon sok letisztító anyagot, ugye habzó, zsírtalanító anyagot alkalmazni, hanem ott inkább csak az olajosabb részeket és a nyugtató gyulladás csökkentő hatóanyagokat. A letisztítás után következik a tonizálás. Ugye itt akkor alkalmazzuk, hogyha előtte arctejet használtunk, vagy arcolajat, azt is mondhatjuk. Tehát itt egy tonizálásnak azért helye van, egy icike-picikét azért a túlzott tocsogástól, zsírtól azért megszabadítjuk a bőrét. Amit biztos, hogy nem teszünk rá, az ugye az alkoholos tonik, tehát nem fogunk rá alkalmazni ilyet, tehát 0% etil alkohol lesz benne. Ugye glicerin, glikolók, ezek általában a tonikoknak egy ilyen alap összetevői. Ezen kívül tenzideket szoktak beletenni, illetve savakat, de a savakból is inkább csak az ilyen gyengébb savakat. Ezen kívül még ugye lehet beletenni szintén hámhidratáló, kötőszövet hidratáló, öregedéskésleltető, és nem utolsó sorban nyugtató gyulladás csökkentő hatóanyagokat is. Na nézzük! Ugye a 0% etil alkohol glicerin, ugye ez az alap összetevője ugye a toniknak. Aztán látjuk, hogy tettek bele egy kis letisztító anyagot, látjuk, hogy tettek bele ugye savakat, de ilyen kis finomabb savakat, és nagyon-nagyon sok nyugtató gyulladás csökkentő hatóanyagot sorolnak fel ugye ide a tonikokhoz, itt elsősorban gyógynövényeket szoktak a tonikokba tenni.
ugyanis azoknak is van, lehet egy nagyon-nagyon picike kis savas kémhatása, ami frissíti, tonizálja a bőrt. És természetesen egy fokozott alalipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrre is ugyanezeket az alapösszetevőket fogjuk beletenni a tonikba, ebben nincs eltérés, tehát a tonik az pontosan ugyanezekből az összetevőkből állhat. A peeling. Nézzük ugye, milyen peelingeket ismerünk. Ugye lehetne biológiai, kémiai, mechanikai vagy kombinált peeling. Egyet kihúzhatunk a sorból, ami ezek közül a legerősebb hatást tudja kifejteni, ez pedig ugye a kombinált peeling. Ugye azért a kombinált peelinget húztuk ki, mert az már túl sok neki, hogy valamilyen mechanikai és még mellé mondjuk egy kémiai, vagy mellé mondjuk egy biológiai hatást is kifejtsünk, úgyhogy a kombinált már sok. A mérsékelt analipikus felszíni vízhiányost azért így írtam, mert azt lehet biológiai, lehet kémiai, de csak nagyon gyenge kémiai, vagy nagyon gyenge mechanikai peelinggel is lepeelingezni. A fokozott analipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos azonban csak a legeslegenyhébb, azaz a biológiai peelinggel lehet peelingezni. Jó? Nézzük akkor a biológiai peelingekbe. Ugye itt enzimek lesznek, amikről már tanultunk, és ezek kíméletesen a bőr pH-ján dolgozva fogják szépen szétoldani ott a szarusejtek közötti kötéseket, amiket ugye nem tudott megcsinálni a bőr, mert nem tudott elég bontó enzimet előállítani. Erre egy picikét mi ezzel a biológiai peelinggel rásegítünk. A kémiai peeling ugye a mérsékelt analipikusnál jöhet szóba, de csak enyhe savakat használhatunk belőle, például a citromsavat, a laktobionsavat, a tejsavat, esetleg egy nagyon picike aszkorbinsavat, tehát igazából ezek azok a kicsit finomabb savak. A mechanikai peelingeknél ugye van benne egy nagyon-nagyon picike lúg, vagy lehet, nem feltétlenül biztos, hogy van benne, például egy kis trietanolamin, és akkor ugye szemcsék vannak benne. Ez is minél kisebb méretű szemcse legyen, és minél puhább legyen ez a szemcse. Hogyha emlékeztek, akkor annak idején beszéltünk egy olyan szemcséről, a jojoba a golyócskákról, amik ilyen nagyon puha, kis, picike kis golyók, és ahogy dörzsölődnek a bőr felszínén, szinte föl is oldódnak, és el is tűnnek ott a peelingezés során. Egy ilyen peelinggel esetleg egy mérsékelt analipikust lehet peelingezni. És ugye a mechanikai peelingekben még amitől ezek gurulnak, meg csúszkálnak ott a bőr felszínen ezek a kis szemcsék, az valamilyen nehezen felszívódó olaj lesz, amiben ezt beleteszik. Ha otthonra akarunk neki adni valamit, akkor ilyen csak mechanikai peelinget adhatunk, ugye az összes többi biológiai, kémiai peelinget nem adunk otthonra, úgyhogy a fokozott analipikusunknak hát sajnos otthonra nem tudunk adni peelinget, ezt csak a mérsékelt analipikusnak adhatjuk. És hát ne feledkezzünk meg a gépi peelingekről sem, ugye itt négyféle peelingezési technikát ismerünk, ebből csupán egy alkalmas arra, hogy alipikus bőröket kezeljünk vele, és ez pedig a hidroabrázió lesz, tehát semmelyik másik peelinget nem fogjuk náluk alkalmazni. Nézzük, hogy miket ajánlanak az irodalmak. Ugye a kaolint, az tulajdonképpen egy púder alapanyag, egy ilyen por van belekeverve a peelingbe, ez is egy finomabb peeling, illetve a jojoba golyók, amikről beszéltünk. Ugye itt látjuk a tejsav, a glukonolakton, a laktobionsav, ezek megint csak ilyen enyhébb kémiai peelingek, és látjuk, hogy itt vannak ugye az ismert enzimeink is, azok meg ugye a biológiai peelingekben. És egy fokozott analipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrre csak kifejezetten a biológiai peelinget, ugye a mérsékeltre pedig mind a három mehet. Tonizálás. Ugye, hogyha mechanikai peelinget használtunk, amikor egy zsírréteget tettünk a bőrre, akkor ott mindenféleképpen le fogjuk szedni vele.
de hogyha esetleg a pH-t kell visszaállítani valamelyik másik peeling után, akkor arra is alkalmas lesz a tonikunk. Ugyanazt a tonikot használjuk, mint amit használtunk korábban, ezért itt nem említem bővebben. A masszázs, az ugye a bőrtípusnak megfelelő fogásokat alkalmazzunk, ugye amiket tanultunk az érzékeny bőrök kezelésénél. Mi lesz ebben a masszázs krémben? Ugye lesznek benne valami nagyon picike kis tenzid lesz benne, lesznek benne nehezen felszívódó olajok, ugye ezek fogják a csúszást biztosítani, direkt így van ugye a címük is adva, hogy a csúszást is ezek biztosítják a masszázs krémben, és hát ugye itt mindenféleképpen zsíranyagpótlókat szoktak beletenni ebbe a masszázs krémbe. De ezen kívül még a hámhidratáló anyagok is jó, hogyha vannak benne, hiszen hidratálni is szeretnénk ezt a bőrt, és extrákkal is ki lehet egészíteni, ugye kötőszövet hidratálóval, öregedés késleltetővel, esetleg felpújítóval, ugye könnyebb legyen majd a tisztítás, csak semmiképpen nem lúgos felpújítóval, és hát nyugtató gyulladás csökkentő anyagokkal is, nem utolsó sorban. Tehát a masszázs, ugye a masszázs mozdulatoknál figyeljünk a kiméletességre, és az érzékeny bőrre való masszázs tervet alkalmazzuk majd. Ugye ez a mérsékelten alipikusnál. A fokozottan alipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrnél azonban nem fog kellenünk majd a masszázs után tisztítást végeznünk, ugye felpuhítást és tisztítást végeznünk. Tehát ezért egy picit máshogyan is gondolkodhatunk. Nem feltétlenül kell nekünk itt most megcsinálnunk a masszást, hanem itt a peelingezés után, hogy leszedtük a bőrről ezt az elhalt réteget, csinálhatnánk egy hatóanyag bejuttatást, és a hatóanyag bejuttatás utánra későbbre halasztanánk a masszást. Ezt azért így csinálnám, mert a masszázskrémben ezek a csúszást biztosító anyagok, ezek nem szívódnak ugye be a bőrbe, hanem ott a bőr felszínén egy ilyen réteget képeznek, és ha utána akarok majd hatóanyagbejuttatást csinálni, az is lehet, hogy ezek elzárják az utat az én hatóanyagaim elől, tehát jobb lenne előtte egy hatóanyagbejuttatást csinálni. Tehát itt azt írtam, hogy inkább később a gépi kezelés után masszírozzunk, azért, hogy a kis molekulájú hatóanyagok bejutását ne akadályozzuk a nehezen felszívódó olajokkal. Na nézzük az irodalmak, mit fognak ajánlani nekünk. Ugye ők is ajánlanak nehezen felszívódó olajokat, ugye hiszen attól csúszik a masszázskrém. Nézzétek, mennyi felszívódó zsíranyagpótló anyagot. Van egy nagyon picike kis hámhidratáló hatása ennek a lecitinnek, ugye ez egy amfifil molekula, tehát van egy vizes része, meg van egy zsírban oldódó része, ezt nem vitték nagyon a hidratálás túlzásba, mi tehetünk bele még több hámhidratáló anyagot, ugye itt választhatunk közülük egy kis szénhidrátot például, vagy egy kis pektin tehetünk, vagy egy kis alga extraktot tehetünk bele, és látjuk, hogy azért tettek bele ők is nyugtató gyulladást csökkentő hatóanyagokat, azokat igazából mindenhol lehet beletenni a kezelés menetébe, ahová csak lehet, hiszen ugye az érzékenységét picikét megsimogatjuk, megpaskolgatjuk a bőröket, és rögtön könnyebben pirosodnak. És természetesen ugye a fokozott analitikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos, ugyanígy fogunk eljárni, ugyanezt a masszázskrémet fogjuk használni, tehát neki nem kell másik, csak a masszázsnak a helye a kezelési tervben az változhat nála. Nézzük a felpuhítást. Ugye itt négyféle felpuhítási módot tanultunk. Ha gőzölünk, akkor azt nagyon rövid ideig, 3-5 percig, de ugye itt azért a hőhatással kell számolnunk, amit nem szeret a mérsékelt analipikus bőr se. Ugye itt csak a mérsékelt analipikus felszíni vízhiányos bőrt fogjuk felpuhítani. A vapozont azt kizárhatjuk, mert hogy itt ugye nem kell ozonnal megbombáznunk, megfertőtlenítenünk, mert nem olyan problémás bőrről van itt szó. A dezinkrusztációt megint kidobhatjuk most ebben az esetben, mert hogy ugye lúgos anyaggal most nem fogjuk itt ezt a bőrt szedni még jobban a zsírokat kioldani belőle. Úgyhogy maradt a felpuhító borogatás, és hát tulajdonképpen ezt,
ez a legkedvezőbb ennek a bőrnek a számára, amihez ugye felpuhító anyagokat fogunk használni. Ugye érdemes olyan felpuhító anyagot választani, ami még mellette tud nyugtató, gyulladáscsökkentő hatással is lenni. Ilyen például a fehérmáj vagy gyökér, aminek még mellette nyugtató, gyulladáscsökkentő hatása is van, de ezen kívül még itt sorolhatnánk többet is. Tehát a mérsékelt analitikusnál ugye a 3-5 perc kőz, vagy a felpuhító borogatás, és a fokozott analitikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos, nem lesz tisztítani való, tehát nála nem kell felpuhítás. Nézzük a tisztítást. A tisztítás ugye itt a mérsékelt analitikus felszíni vízhiányosnál lesz, az orrába fogunk 1-2 komedót kitisztítani, és körülbelül ennyi dolgunk lesz vele. A fokozott analitikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos, nál nem lesz tisztítani való, tehát ez a művelet kimarad. Fertőtlenítés. Ugye itt a klasszikus eseteket vesszük, helyi fertőtlenítőre nagyon valószínű, hogy nem lesz szükség, mert hogy nem fogunk tűt használni, meg nem fog itt vérezni semmi sem, úgyhogy egy általános fertőtlenítőszerrel lehetőleg minél kevesebb alkoholtartalmú legyen, tehát mondjuk az Octenisben viszonylag alacsony az alkoholtartalom, vagy hát de a folajat se biztos, hogy rátenném az egész arcára, talán az Octenisebb még ezek közül a legkíméletesebb. És csak a tisztított területen, esetleg vióval még átmennék, ott az orrára, arra a 2-3 kis komedóra, csak a biztonság kedvéért, és ugye csak a mérsékelt analitikus esetében, mert a fokozott analitikus felszíni vízhiányosnál ugye nem lesz tisztítani való, tehát fertőtleníteni való sem lesz. A gépi kezeléseknél háromféle gépi kezelést beszéltünk, az egyik az iontoforézis, bocsánat, ugye csak vízben oldódó hatóanyagokat lehet bevinni, az ultrahangnál vízben és zsírban oldódókat is, és a hideg-meleg vasalagoknál pedig vízben és zsírban oldódót szintén. Az iontoforézis ugye azért esik ki, mert ott mi zsírt is szeretnénk bejutatni, tehát most erre a bőrre nekünk nem ez a legalkalmasabb. És az hideg-meleg vasaló is kiesik, mert hogy ott pedig a hőhatásoknak nem örülünk, úgyhogy a leginkább javasolt, ez az ultrahang kezelés a hatóanyag bejuttatása. Ugye lehetne még az elektroporáció, hogyha alipikus bőrről beszélünk, akkor az alipikus bőröknél igazából nem fogunk tisztító kezelést csinálni, úgyhogy ott még számításba jöhet egyébként az elektroporáció is egészen nyugodtan. De ha sima tisztítókezelés, akkor ultrahanggal szoktunk. Mit vegyünk elő a hatóanyagok közül? Ugye legyen benne hámhidratáló, kötőszövet hidratáló, nagyon legyen benne zsíranyagpótló, lehet benne érfalerősítő, öregedéskésletető, egy pici hámosító, ugye, hogyha tisztítottunk, egy picit a hámképzést javítsuk, és ugye megint vastagabb nyéllal a nyugtató gyulladás csökkentő hatású anyagok. Ugye itt a hámhidratálókat látjuk, tehát mondjuk, mit tudom én, tennénk bele egy kis hidrolizált keratint, egy kis jázmin kivonatot, meg egy kis pektin cukrot egy kis mézzel, vagy akár csinálhatnánk ilyen mesterséges NMF-eket is rakhatnánk bele, ami ugye már ilyen eleve összeállított hatóanyagokból áll, mondjuk a Naturatec vegetable NMF-et beletehetnénk. Aztán a kötőszövet hidratálóból is tehetnénk bele, mondjuk egy kis gamma poliglutamin savat, egy kis homoktövis olajat, vagy görögdinnye magolajat. Egy kis zsíranyagpótlónak tehetünk egy kis szőlőmagolajat, meg egy kis ligetszépe olajat. Érfalerősítőből beletehetjük a betulint, meg mondjuk a boglárkát, vagy a P-vitamint. Öregedéskésletetőből is tehetünk bele mondjuk egy kis szőlősejtet, vagy egy kis kaviár kivonatot. Hámosítóból. Itt ezeket a kénes dolgokat, tehát ihtamol, biaszulfur, az nem kifejezetten
az elipikus bőröknek a kedvelt szere, ugyanis ezeknek fagyútermelés csökkentő hatásuk is van, azt pedig mi itt nem szeretnénk, sőt, amennyire lehetne, még fokoznánk ezt a fagyútermelést, de ezt nem tudjuk megcsinálni. Ugye esetleg ezt a pantenolt, ami véletlenül itt pantanol lett, de az ugye tudja mindenki, hogy ez pantenol akar lenni, akkor egy nyugtató gyulladás csökkentőből is lehetne beletenni bármelyiket, egy kis alfabizabolót, egy kis római kamillát. És hogyan állítsuk be az ultrahang készülékünket? Ezt is bele kell írnunk a kezelési tervünkbe, hogy mi hogyan állítjuk be. Ugye itt kétféle beállítás van. Az egyiknél 10 percre, 0,5 watt per négyzetcentiméteres teljesítményre és 20%-os modulációval, ami azt jelenti, hogy 20%-nyi ideig jönni fog az ultrahang, aztán 80%-ig nem jön, aztán megint 20%-ig jön, 80%-ig nem jön. A másik esetben ugye 8 perc, 0,3 watt per négyzetcentiméter, tehát gyengébb a teljesítménye, és a modulációnál ott is kisebb, azaz 10%-ig jön, 90%-ig pedig nem fog jönni az ultrahang. Tehát nyilvánvaló, hogy a mérsékelt analipikusnál így fogom beállítani, és a fokozott analipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrnél pedig így fogom beállítani az ultrahang készülékemet. Nézzük akkor, mit ajánlanak az irodalmak. Ugye tesznek bele hámhidratáló anyagokat ők is, tesznek bele kötőszövethidratáló anyagokat, tesznek bele zsíranyagpótlókat. Azért egy kicsikét itt a mennyiségeket lehet érezni, hogy miből kevesebbet, miből többet. Tesznek bele öregedéskésleltetőket, tesznek bele hámosítókat, és tesznek bele nyugtató gyulladás csökkentőket. Tehát, hogyha nekünk ezek a kupacaink megvannak, akkor tulajdonképpen csak meg kell, hogy legyen, hogy melyik kupacokat vegyük elő, de logikusan ki is tudjuk következtetni, hogy szegény bőrnek mire lenne szüksége, mit lehetne rajta ilyenkor csinálni vagy javítani. Tehát ugye most van a javítás fázisa, amikor tápláljuk a bőrt. És hogyha valakinek esetleg itt a felsorolt, irodalmakban felsorolt hatóanyagok között valamelyik kategóriához megtetszik valami, akkor szeretném, hogy a kártyátokat bővítsétek tovább. Tehát ne csak 10 hatóanyag legyen rajta, hanem bátran legyen nyugodtan több hatóanyag is a kártyátokon. Minél több van, annál többből tud az agyatok is választani, hogy melyik az, amelyik hamarabb eszébe jut. És természetesen egy fokozott analipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrnél ugyancsak ezeket az hatóanyagokat fogjuk rátenni majd a táplálásnál, nincs új a nap alatt, tehát őt is ugyanezekkel tudjuk majd rendbehozni. Nyilvánvaló, hogy a gyulladásra való hajlamossága miatt nála a gyulladás csökkentőkön, meg a hámosítókon, sokszor itt átfedés is van ugye a kettő között, ezek lesznek azok az anyagok, amiket nagyon mennyiségben kell előtérbe helyeznünk. A táplálást helyspecifikusan tesszük föl akkor, hogyha egy élő emberen, egy élő modellen dolgozunk, de itt most mi azt mondtuk, hogy mindenhol ilyen a bőrtípusa, tehát itt most nekünk nem kell helyspecifikusan gondolkoznunk egyelőre, csak egyáltalán gondoljuk végig azt, hogy milyen típusú pakolást tennénk rá. Ugye krémmaszk, most tápláló pakolásnál tartunk, krémmaszk lenne, paszta lenne ugye a puder alapanyagokkal, alginát maszk lenne ugye az alginát alapokkal, gipszmaszk lenne, ugye, amit egy masznak a tetejére rakunk rá, egy krémmasznak a tetejére, fátyolmaszk lenne, ami csak egy ilyen átitatott kis gézlapszerű, vagy pedig gélmaszkot tennénk, ami hidratál és vizet pótol. Hát ezek közül én a leginkább a krémmaszkot választanám, méghozzá azért, mert ugye a zsíranyagokat ez tudná a leginkább pótolni. Ugye a puder alapanyagokkal az lehet a probléma, hogy ezek magukhoz is vonzák egy picikét a zsíranyagokat, tehát nem feltétlenül biztos, hogy a bőr felé tudják azt jól közvetíteni. Esetleg a tetejére
el lehet képzelni egy alginát, vagy bocsánat, egy gipszmaszkot, de nem gyakori, hogy rátesznek egy tápláló maszkra, inkább ezt az összehúzó masznál gyakrabban használják. És mikkel lehet még kiegészíteni, ugye, vagy mik lehetnek ebbe a maszkba, mert ugye még csak az alapjáról beszéltünk. Lehetnek benne ugyanazok, mint amik voltak egyébként a táplálásnál, ugye hámhidratáló, kötőszövet hidratáló, zsíranyagpótlók, érfalerősítő, köregedést késleltetők és nyugtató gyulladást csökkentő hatóanyagot. Ugyanazokat a kupacokat vehetjük elő, csak a másiknál felsoroltunk hármat, itt a következő hármat. Azért kell tizet tudnotok, hogy legyen a tarsolyotokban mindig újabb és újabb hatóanyag, amit elő tudtok szerni egy-egy témakörhöz. Nézzük az összehúzást, ugye megint pakolás formájába fogjuk az összehúzást fölrakni. Itt megint gondoljuk csak végig, hogy melyik lehet az, amelyik fajta maszkkal összehúzhatunk. Itt kettőféle maszkot fogunk elővenni. Az egyik, nekem a nagy kedvencem, az az alginátos maszk. Azért a nagy kedvencem, mert ebben az alginnak van egy nagyon-nagyon jó kis hidratáló hatása, és ennek az egész masznak van egy nyomó hatása. Tehát amit előtte föltettünk a bőrre, hogyha ezt a krémmaszkot, ami az előzőben föl volt téve az arcra, nem mossuk le, hanem csak egy picikét bemasszírozzuk a bőrbe, annak a tetejére tesszük rá ezt az alginát maszkot, akkor ez benyomja még egy picikét jobban a bőrbe, illetve azáltal, hogy lehűl a megszilárdulás közben ez a maszk, ezáltal egy ilyen összehúzó, feszesítő hatást is el fog érni ezzel a hideg hatással. De a régi klasszikus kozmetikumok, azok pedig a púder alapanyagos maszkokat, tehát a pasztákat fogják előnyben részesíteni. Ugye, mint már említettem, itt annyi csak a hátulütője, hogy ugye ezek a poranyagok, ezek egy picikét a zsíranyagokat megköthetik, de ha van is benne, akkor annyit javasolnék, hogy minél alacsonyabb legyen ez a poranyag tartalma ennek az összehúzó masznak, amit itt ráteszünk. Nézzük akkor, hogy milyen anyagok legyenek benne. Ugye ahhoz, hogy összehúzó legyen, valami összehúzó hatású anyag legyen benne, nem kell, hogy nagyon sok legyen, tehát csak éppen, hogy legyen benne valami összehúzó. Hámosító anyagok lehetnek benne, és természetesen nyugtató gyulladást csökkentők, tehát ezek igazából, ezek a maszkok nyugtató gyulladást csökkentőek legyenek leginkább. Ugye a pórusok annyira nagyon nem kell őket összehúzni, nem lesznek annyira nagyon kitágulva. És hát valljuk meg, hogy igazából nem is lehet annyira nagyon nagy pórus összehúzást csinálni. Na nézzük, miket ajánlanak az irodalmak. Ugye látjuk titándioxid, kaolin, tehát ez ugye a puder alapanyagok közé tartozik. Ugye mi megemlítettük, hogy egy picikét lehet, hogy jobb lenne, hogyha egy alginát alap lenne, egy kis diatoma földel alginnal, kálcium szulfáttal. Aztán javasolnak bele esetleg egy kis ichtiolt hamameliszta almát. Ugye az ichtiolról beszéltünk, már említettem. Én azért nem annyira javaslom, mert fagyutermés csökkentő hatása is van, tehát egy hamamelisz, egy alma, egy picikét számomra ide erre a bőrtípusra kedvezőbb. Aztán vannak benne hámosítók, ugye látjátok, van egy ilyen kategóriát, már nő a mennyisége, és látjuk, hogy mennyi-mennyi nyugtató gyulladást csökkentő hatóanyagot tesznek rá, és természetesen egy fokozottan alipikus bőrnél is a vége a kezelésnek az állhat ebből, hogy a végére tesszünk egy ilyen alginátos maszkot, és egy ilyen feszes, szépen az ereket is összehúzza ez a hideg, tehát egy ilyen megújult, új, friss bőrt fogunk kapni eredményül. És akkor még egy zárókrémmel, ugye amikor ezt leszedtük a bőrről, akkor még azzal tartozunk a vendégnek. Ebben ugye hámhidratáló, kötőszövethidratálókon kívül ugye mondtuk, hogy itt érdemes esetleg ebbe a nappali krémbe is egy nagyon picike, nehezen felszívódó olajat
tenni, vagy olyat használni, amiben van. Különösen a téli időszakban van ennek nagy jelentősége, ugye láthatatlan vízleadást fogja neki csökkenteni, és ezáltal hidratáltabb tud maradni a bőre, tehát nem fog annyira elpárologni neki. Tehát az ilyen bőröknél érdemes. Zsíranyagpotló természetesen legyen, főleg ceramidokat, például lecitin, tehát olyan anyagokat, amik vissza fogják neki pótolni ezt a hiányzó bőrfelszíni hidrofil lipidet. Aztán érfalerősítők lehetnek benne, öregedéskésleltetők is lehetnek benne, fényvédő mindenképpen legyen, ugye egy burcsúkrém, és ugye mondtuk, hogy ő neki még érzékenyebb a fényre a bőre, mert ugye nincs elegendő védelme, és természetesen nyugtató gyulladás csökkentő anyag, az sohasem fog neki ártani, főleg annak, amelyik a fokozottan alipikus és még gyulladásra hajlamos is, tehát annak mindenféleképpen. Ugye a fényvédőket már nézegettük, néztük, hogy vannak kémiai, vannak fizikai fényvédők, mind a kettőből tudjatok egy párat megnevezni. Nézzük, hogy az irodalmak mit ajánlanak. Ajánlanak egy kis kötőszövet hidratálót rá, ajánlanak rá egy pici nehezen felszívódó olajat, ajánlanak rá zsíranyagpótlót, ajánlanak egy picike érfalerősítőt, egy picike öregedéskésleltetőt, egy picike nem is olyan nagyon picike nyugtató gyulladás csökkentőt, és egy fényvédőt. Jó, tehát a mi krémünk is, a búcsú krémünk logikusan felépítve ilyen összetevőkből állhat. Persze, hogyha nem teszel bele érfalerősítőt, akkor nincsen semmilyen nagy tragédia, vagy öregedéskésleltetőt nem teszel bele, mert most mondjuk még csak 20 éves az elképzelt vendégünk, hogy itt nem ért életkor, de azért egy viszonylag fiatalabb illetőről lehet szó, biztos, hogy ilyen 35-40 éves kor alatt van. Mert hogyha már fölötte lenne, akkor ugye ott nem csak felszíni, hanem már mély rétegi vízhiánya is lenne. És természetesen ugyanilyen krémet kellene összeállítanunk egy fokozottan alipikus felszíni vízhiányos gyulladásra hajlamos bőrre is. Utókezelés. Mikorra, mire írnánk be ugye a naptárba ezt a kedves vendégünket? Ugye itt van az összes verziónk. Hát neki tisztító kezelésre, ugye ha csak a mérsékelten alipikusnál kell jönnie egyáltalán, hát évszakváltásonként, vagy még azt is mondhatjuk neki, hogy fél évente jöjjön a tisztításos kezelésre, mert viszonylag lassan fog az egy-két komedó is telítődni. Revitalizáló kezelést csinálhatunk neki, ugye ez egy letisztításból, hát itt mikrodermabráziót nem, de mondjuk egy hidroabráziót esetleg azt lehetne vele csinálni, utána egy ultrahangot, egy elektroporációt, vagy egy iontót, tehát az iontót azt ugye mondtuk, hogy ugye a zsírt nem tud pótolni, úgyhogy esetleg azt hanyagolhatjuk, vagy egyik alkalommal hidratáljuk, a következő alkalommal meg zsírt pótlunk, olyat is csinálhatunk, utána megmasszírozzuk, föltesszünk rá egy maszkot, meg egy befejező krémet. Mikrodermabráziót azt ezekre a bőrökre nem feltétlenül javasolnám, mert nagyon elvékonyítja a bőrt, és még jobban fokozza a láthatatlan vízleadást egy ideig. Úgyhogy és ez az érzékenységét ugye eleve mechanikai hatásokra érzékenyebb, tehát ezt nem erőltetném. Viszont csak ilyen nagyon vékonyan húztam alá ezt a hámlasztást kúraszerűen, ugyanis nagyon-nagyon finom hámlasztást szerethetik ezek a bőrök, különösen a mérsékelten alipikus esetben, sőt, abban az esetben tenném csak rá, tehát a fokozottan alipikus meg gyulladásra hajlamosra nem kísérleteznék vele, de a mérsékelten alipikusra viszont igen, ugyanis hogyha ez szépen elő van segítve, hogy ez a saját hámlása jól működjön, egy folyamatos kis picike kis hámlása, ami nem feltétlenül kell, hogy látszódjon a bőrén, hogy ő most hámlasztásban vesz részt, akkor sokkal jobban tud működni a bőre, és sokkal jobban fogja tudni pótolni alulról magát. Faceliftingre neki még nem lesz szüksége, ez inkább majd, ha az izomtónusra is probléma van, hősugterápiára sem lesz szüksége, ugye eleve nem szereti nagyon ezeket a hőingadozásokat se, rádiófrekvenciás kezelése sem, ez is az idősödő bőrökre, lifting masszázs sem kell neki, ez is egy erőteljesen masszázs is, és ráadásul nincs is még
megereszkedve a bőre, viszont vannak olyan exkluzív kezelések, ami kifejezetten ilyen hidratáló, zsíranyagpótló kezelések, ilyenekre jöhet hozzánk, tehát maradt neki a viszonylag ritka tisztítás, maradt a hidratáló, revitalizáló kezelés, ugye, hogyha mérsékelt analitikus, akkor egy nagyon-nagyon gyenge, finom hámlasztás ugye őszi-téli időszakban, és esetleg valamilyen exkluzív kezelés, amit a cégek javasolnak, ugye nem tisztító kezelés formájában. Házi ápolás, milyen termékeket lehet, ugye letisztításra adjunk neki, ugye ugyanazt a letisztítót adhatjuk, amit mi használtunk a kezelési tervben, ugye elmeséljük, hogy azt miért azt adjuk, a nappali krémet is adhatjuk ugyanazt, hogyha esetleg ez a pirosság zavarja, akkor szoktak olyan BB krémet csinálni, amiben esetleg van egy picikét több zöld színanyag, ugye a zöld a komplementere a pirosnak, tehát ez egy picikét a pirosságot, ha zavarja őt, akkor csökkentheti. Fényvédőkrémet adjunk neki mindenképpen, hogyha a nappali kréme nem tudja. Egy éjszakai krémet kapjon, ami egy picikét zsírosabb, egy picikét jobban össze tudja éjszaka szedni magát a bőre. Egy szemrendszkrémet azért kaphat, mert hogy neki hamarabb fognak megjelenni ugye a ráncok az arcán esetleg elé menni, és testápolót is kaphat esetleg otthonra, mert valószínűleg, hogy ez nem csak az arcát fogja érinteni ez a zsírhiány. Az életmódjával kapcsolatban mondhatjuk azt, hogy fogyaszthat olajos magvakat rendszeresen, de nem kell, hogy túl nagy mennyiségben vigyen be belőle, de az jót tehet egy picikét, az alipikusságát javíthatja. Semmilyen hővel kapcsolatos dolgot nem javaslunk, de szaunát, ilyesmit nem, de jógát, testmozgást javíthatunk. Akkor ugye zöldség, gyümölcs fogyasztását, gyógyteákat, javasol, idény növényeket lehet neki ajánlani. Na gondoljuk át még egyszer, hogy ugye most itt átbeszéltük a kezelési tervnek a másik oldalát, és nem csak egyet beszéltünk, hanem kettőt beszéltünk egyszerre, tehát egymástól függetlenül ezt a kettőt el kell tudni készíteni, tehát az egyes tételt és a 17-es tételt, ugye így fog kinézni az eleje, a hátulja pedig úgy, ahogy az előbb mutattam, így fog kinézni mind a kettőnek a hátulja. Jó, a feladat tehát ez lesz, hogy mind a két tételhez készítsétek el a kezelési tervnek mindkét oldalát, tehát a diagnosztikát is, és a kezelés menetét is. Ugye a két tétel az 1-es és a 17-es. Használjátok hozzá kártyáitokat, bővítsétek esetleg az új hatóanyagokkal, amiket itt láttatok a különböző irodalmakból, és megmutatom még nektek, hogy milyen irodalmakat használtam hozzá, tehát hogy mikből néztem meg ezeket a hatóanyagokat, amiket utána odaírtam. Jó. Hát ennyi lett volna az alipikus bőrökkel kapcsolatos tanulni való, vagy megérteni való. Remélem, hogy mindenkinek könnyen érthető volt ez az egész. Hogyha valami kérdésetek van, akkor persze szeretettel várom, és nem sokára jelentkezem a következő bőrtípussal. Sziasztok!